hogyha valaki pésőben dolgozik, a kenyeret árul. Én szexmunkás vagyok, én a testemet árulom. De attól, hogy a testemet árulom, nem a lelkemet adom oda. Mi vagyunk az egyetlen, aki tényleges, valódi segítséget tud nyújtani, és nem azt mondja, hogy fel kell hagynod ezzel az életmóddal. Ez túl van misztifikálva szerintem, hogy mindenki azt mondja, hogy rá vannak kényszerítve, meg rá vannak, meg jó, hogy nem korbáccsal verik őket, hogy ott, szóval ez azért nem így van. Aki kényszerítve és erőszakkal kerül be, azt nem nevezzük szexmunkásnak, hiszen az egy áldozat. Nem azért kell őket legitimálni, mert én szeretem a prostitúciót, hanem azért kell legitimálni, hogy lássa az állam őket. Magukat a szexmunkásokat kell bevonni azokba a döntésekbe, amelyek róluk folynak. A rendőr az nem tekinti embernek a szexmunkást. Kapjuk a büntetéseket folyamatosan. Álltunk, kijöttek, megbüntettek, bevittek. 150 ezer fontos pénzbírság, meg 4 óra hosszát ültünk. Azokat a szexmunkásokat, akik nem tudnak bemenni a nem létező türelmi zónában, azokat utolsó útfélen büntetjük. Hol van itt az igazság?